Már kora reggel gyülekeztek a Balaton átúszás résztvevői. Több száz méteres sor alakult ki a balatonboglári hajóállomáson. Májusban betöltöttem a 65. életévemet, és úgy döntöttem, hogy ez alkalommal, 7. alkalommal átúszom megint a Balatont, úgyhogy a jó Isten megsegített ezzel a gyönyörű idővel, mert még éjszak is azon izgultunk, hogy tényleg jó idő lesz-e, nem tör ki a vihar, de nem, fantasztikus. Azért majdnem minden nap szoktunk úszni, meg munka közben is, de így igazából effektív nagy felkészülés nem volt, csak egy hirtelen vezérelt ötlet volt. Jöjjünk, aztán összeszedtük magunkat, hajnap elindultunk Nyíregyről, aztán most meg itt vagyunk. A kihívásnak a tavainál is többen, 8223-an vágtak neki. Kemény volt. Egyszerűen a 4 kilométeres bolyó után nem akart jönni a 4,5-ös, és itt a végén már nagyon elfáradt. De a tavalyhoz képest több mint 5 percet javítottam, úgy érzem, ez jó eredmény. Nagyon jó volt a szervezés, jó volt a víz. Köszönöm szépen, nagyon jó volt minden. 20. alkalommal úsztam, úgyhogy most is nagyon élveztem, de most a víz, hál' Istennek, nagyon sima volt, úgyhogy lehetett tényleg egy jó tempót is jönni. Milyen időre számítottál, és ez bejött? Én egyszer megnyertem 2001-ben, akkor 1.07 volt, most tehát nekem 1.20 alatt terveztem, de ezt hál' Istennek sikerült, hogy 1.19, tehát valamit tehát úsztam. A Réh-Fülöp Balatonboglár közötti távot a riói olimpiára készülő hosszú távú válogatott is teljesítette. Pap Márk 58,5 perc alatt úszta át a tavat, ezzel új csúcsot állított fel. A leggyorsabb női úszó, Risztov Éva, olimpiai bajnok volt. Ennek mi nagyon örülünk, hogy ilyen népszerű Balaton átúszás. Talán pont az is az egyik ilyen oka annak, hogy az emberek szeretik a kihívásokat. A tartalmas kihívásról szól a történet, azt nagyon szeretik. Ezért mi azt mondjuk, hogy ilyen teljesítményorientált rendezvények, mint a miénk, vagy akár egy maraton, vagy fél maraton, arra felkészülés kell, arra legalább egy fél éves munka kell, hogy ezt teljesíteni tudják, és a Balaton átúszást azt ugye csak egyszer lehet egy évben teljesíteni ilyen engedélyezett körmények között, mint tulajdonképpen a mai nap. Az úszók biztonsága érdekében mintegy 140-150 vitorlás, kishajó és motorcsónak alakított ki úszófolyósót a Balatonon.